Az utolsó tankönyvcsomagok is megérkeztek a magyar iskolákba, közölte Rétvári Bence. Az államtitkár elmondta, egy hónap alatt 12,5 millió tankönyv került ki az oktatási intézményekbe, ezekből 8,5 millió állami fejlesztésben kidolgozott kiadvány, a többit magánkiadók adták ki. Hozzátette, az első évfolyamtól a 9-ig 1 millió diák ingyenesen kapja meg a tankönyveket, ami gyermekenként 8-12 ezer forintnyi, vagy még ennél is nagyobb megtakarítást jelent a családoknak. Rétvári Bence hozzátette, az új tankönyvellátási rendszer modernebb, egységesebb és könnyebben hozzáférhető a korábbiakhoz képest. 1 millió diák számára teljesen ingyenes a tankönyv, semmit nem kell érte fizetni, nem úgy, mint 2010 előtt, amikor összességében 50-70%-kal nőtt a családok által a tankönyvekért fizetendő díj, most már 0 forint, és nem is az anyagiak határozzák meg az iskoláknak, az osztályoknak a döntését, hanem teljes mértékben csak a minőség. Az elmúlt években arra törekedtünk, hogy egy pontos és modern tankönyvfejlesztési rendszer alakuljon ki. Már 8,5 millió tankönyvet az új generációs, az állami tankönyvfejlesztésben fejlesztett tankönyvek rendeltek, és 4 millió tankönyvet rendeltek az iskolák a magánkiadóknak a tankönyveiből. Sokkal szélesebb körű a digitális tananyagokhoz való hozzáférés, a tankönyvek egy részének a hátulján már ott van, hogy az okosportálon honnan tudja letölteni, megismerni akár a diák, akár a szülő, mind a tankönyvet, mind a tankönyvhez tartozó munkafüzeteket. Tavaly 1,5 millió iskolás közül 957 ezer kapott ingyenesen tankönyvet, 38%-kal többen, mint 2016-ban, közölte a Központi Statisztikai Hivatal az MTI-vel. A közleményben kifejtették, a tankönyvek ára 25%-kal olcsóbb volt 2017-ben, mint 2016-ban, így 37%-kal kevesebbet, mintegy 7147 forintot kellett a tankönyvekre költeni gyermekenként.